Köszöntöm a Cikádor magazin nézőit, Gyimót Éva vagyok. Elfogadta ezévi költségvetését és a közös munkatervét az idei esztendőre a Bátaszéki Közös Hivatal. A települések együttműködése 200 millió forintból valósul meg ebben az esztendőben. Bozsolik Róbert Bátaszék polgármestere azt mondta, a városnak érdeke és felelőssége fenntartani az együttműködést a környező kis településekkel. Aláírások kerülnek arra a megállapodásra, mely a Bátaszéki Közös Hivatal ezévi működését szabályozza. Bátaszék mikrotérségi vezető szerepét jelöli, hogy az önkormányzati hivatal több kis település működéséhez nyújt évek óta segítőkezet, és működtetnek többek között szociális és oktatási intézményeket, vagy készítenek elő közös beruházásokat. Hagyománya már van Bátaszékváros életében, hogy ellátunk ilyen jellegű feladatokat. Közigazgatásban is, gyermekjólétben is, egészségügyben is, oktatásban is. 2012-ben jött létre a közös hivatal, mely bővült 2019. január 1-ével, hiszen Sárpris is csatlakozott a fenntartáshoz. Azt gondolom, hogy egy mikrotérségi településnek, mint Bátaszék, kötelessége és feladata ellátni ilyen jellegű feladatokat és segíteni a társtelepüléseknek a működését. Jelen pillanatban a közigazgatásban tudunk számukra, azt gondolom, hogy magasabb színvonalú szakmai segítséget nyújtani, hiszen nálunk jobban rendelkezésre áll szinte minden területre olyan munkaerő, olyan dolgozó, aki tudja segíteni az adott önkormányzat munkáját. A kistelepülési önkormányzatok számára jelentős segítséget nyújt ez a kapcsolat, hiszen olyan szakmai támogatás érkezik napi szinten a település vezetők számára, melyet saját hivataluk nem tudna megoldani. Az előző években is már alsónyékben a Bátaszéki önkormányzattal volt közös önkormányzatban, vagy közös hivatalt alkotott. Teljesen más megállapodást tudtunk kötni, mint az előző években. Sokkal kevesebb hozzájárulást kellett fizetni alsónyéknek a közös hivatalban, mint eddig. Ezáltal több pénze maradt alsónyéknek, és ez mellett a hivatal ugyanolyan intenzíven dolgozott, és együttműködött Bátaszék meg Alsónyék. A pályázatokhoz nagyon sok segítséget adnak nekünk, főleg a műszaki osztály, az mellett a pénzügyi osztály, és teljesen meg vagyunk elégedve a közös hivatallal. Nagyon pozitív tapasztalatokkal gyűjtöttünk ebbe az elmúlt egy évbe. Nagyon magas szakmai színvonalon működő önkormányzathoz és közös hivatalhoz csatlakoztunk. Rengeteg szakmai segítséget és támogatást kapunk, amit egy város tud csak a maga infrastruktúrájával nyújtani, és a Sárpris település meggyőződésem, hogy nagyon jó döntést hozott, hogy egy városhoz csatlakozott, és ennek napi szinten is érezzük az áldásos hatásait. Bozsolik Róbert Bátaszék polgármestere azt mondja, egyfajta kötelezettség a városi önkormányzat számára, hogy a térségi feladatokat koordinálja és segítse a kis települések munkáját. Elfogadtuk a közös önkormányzati hivatal 2021-es költségvetését. Áttekintettük, hogy milyen állami finanszírozások érkeznek ennek a feladatnak az ellátására. Megbeszéltük a polgármester kollégákkal, hogy 3%-os bérfejlesztést tudunk finanszírozni és végrehajtani a hivatali dolgozók tekintetében. Megnéztük, hogy a működéshez milyen kiadások társulnak, és úgy döntöttünk, hogy egy 200 millió forintos főösszeggel elfogadjuk a közös hivatalnak a költségvetését. Ezzel biztosítva látjuk azt, hogy minden olyan pénzügyi lehetőség és forrás rendelkezésre fog állni, hogy legalább azt a magas szintű szakmai munkát tudjuk elvégezni, mint az elmúlt esztendőben. Abban is döntést hoztunk, hogy a hivatal működését szabályozó megállapodást módosítjuk. Ennek oka az volt, hogy a 2021-től az önkormányzatokat már nem érint egy úgynevezett beszámítási tétel, ami egy forrás elvonást jelentett az önkormányzatoktól. Ez kikerült a megállapodás szövegéből, és abban is megállapodtunk, hogy ettől az esztendőtől az állami támogatásoknak a felosztását mindig a tárgyévi költségvetés elfogadásokkor fogjuk leegyeztetni és elfogadni. Erre azért van szükség, mert azért ezek a tételek valamelyest változnak évről évre, és a megállapodás alapelvét szeretnénk fenntartani, de a mértéke az néhány százalékos mértékben minden esztendőben változhat. Bátaszékvárosa
hosszú évek óta, vagy évtizedek óta betölt egy mikrotérségi központ szerepet. Ezt továbbiakban is erősíteni szerettük volna azzal többek között, hogy a közös hivatalhoz hozzácsatlakozott például Sárpil is az elmúlt években. Több szempontból fontos. Egyrészt össze tudjuk hangolni azokat a fejlesztési elképzeléseinket, amelyekben adott esetben tudunk egymáshoz kapcsolódni, legyen az turizmusban, legyen az egyéb térségi feladatokban, legyen olyan típusú pályázat, ami adott esetben szociális területen vagy idősgondozás területén is egy együtt gondolkodást igényel. Ez mondjuk szükséges, hogy egy közös hivatalban dolgozzunk, mert az információ így könnyebben áramlik. És azt gondolom, hogy hosszú távon arra is szükség van, hogy szinte napi szinten egyeztessünk a településeink saját elképzeléseiről, mert így tudunk eredményesen fellépni mondjuk pályázatokban, vagy egyéb forrásoknak a megszerzésében. Ezerszer is igen, ezzel a mottóval indult idén a házasság hete. A világszerte közel 20 éve megrendezett Valentin naphoz kapcsolódó eseménysorozathoz Bátaszék is csatlakozott. A cél a házasságok megsegítése és a család fontosságának tudatosítása. Az egyik legszebb, legmeghatóbb és legemlékezetesebb pillanat egy pár életében az esküvőjük napja. Különös és megmagyarázhatatlan varázsa van viszont az egyházi szertartásoknak, amikor Isten szent színe előtt kimondják a boldogító igent. Sok embernek ismerősen hangozhatnak ezek a mondatok, és hogy őt el nem hagyom, holtomiglan, holtáiglan, semmiféle bajában, Isten engem úgy segéljen. Mint ahogy 13 évvel ezelőtt a bátaszéki Janács Négó Zsuzsanna és Janács Gergely is. A házasság hete célja a házasságok felfrissülése, talán ezek az események is szolgálják egy kicsit mélyebb megélését a házasság szentségének. De talán az egész mozgalomnak ez volt a célkitűzése, hogy alkalmat adjon arra, hogy a házasságokat népszerűsítsék, illetve a házasságokra épülő családokat minél jobban a családban élést megmutassák, és felhívják rá a figyelmet. A mottóját nem mondtad a házasság hetének, azt mondjad? Az idei házasság hete mottója ezerszer igen. És talán akkor jogosan felmerülhet a kérdés, hogy miért ez a motto, hogy ezerszer igen, miért pont házasság, miért is szeretnénk a házasságot népszerűsíteni. Nekem erről az a gondolat jut eszembe, hogyha idősebb emberekkel beszélgetek, akkor általában nem a szakmai karrierjüket, vagy a szabadidős hobbi tevékenységükben elért sikereiket említik először és legelső sorban, mint az élet legfontosabb eseményét, értelmét és célját, hanem általában a családról, gyermekeikről, unokájukról, feleségükről szoktak beszélni, és ezt nevezik meg az élet igazi értelmének. És hát miért is kellene időskorig várni, míg erre a felismerésre eljutunk? A házasság hetével és az ezerszer is igennel megpróbáljuk az emberek figyelmét felhívni arra, hogy hát már fiatalabb korban is fölismerhetjük azt, hogy az igazi értelme, célja az életnek valójában a család, a házasság, a gyermekek, ez az, amiben igazán ki tudunk teljesedni. Ez a legfontosabb, és ez igazi érték, amire nagyon fontos odafigyelni. Azért is ezerszer is igen, hogy mindig újra és újra igen tudjunk mondani, folyamatosan tudjunk ebben fejlődni a házasságunkban. Ez nem egy egyszeri, egy statikus dolog, hogy kimondunk egy igent, és akkor onnantól fogva tökéletesen működik, és minden rendben van vele, hanem újra és újra ki kell mondani ezt az igent, mindig foglalkozni kell a másikkal, a kapcsolatunkkal, fejlődni kell benne, és fel kell frissíteni, és bizony így válik igazán kerekké és az élet értelmévé és céljává. Közel 20 éve ünneplik a házasság hetét. Az Angliából indult kezdeményezés minden évben egy héten keresztül a házasság és a család fontosságára irányítja a figyelmet. Már a 4 kontinens 21 országában csatlakoztak a Valentin naphoz kapcsolódó rendezvényhez. Hazánkban 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak és civil szervezetek összefogásával az eseménysorozatot, köztük Bátaszéken is. Azt gondolom, hogy mindannyiunk számára a legfontosabb kell, hogy legyen a családok, a házaspárok, hiszen
innen születnek a gyermekek, innen születik az egyháznak az egy része is, ugye, és nekünk védenünk, támogatnunk kell a családot, föl kell hívni a figyelmet arra is, hogy egy profétai jel lehet a család a mai társadalomban, hiszen a családok a legsebezhetőbbek a mai társadalmi életben, láthatjuk mindannyian, akár a válásokból, a gyermekvállalásokkal kapcsolatban is, és mi szeretnénk a keresztény értékeken alapuló családokat felmutatni, hogy igen, létezik, lehet követni azt az utat, amit Krisztus mindannyiunk számára kijelölt. 13 éve vagyunk házasok, és az igenek, tehát itt igent mondunk a másikra, igent mondunk egymásra, de igent mondunk a feladatokra, a nehézségekre, és talán a legfontosabb, hogy igent mondunk a gyermekekre. 3 gyermekünk van, a 4. pedig májusra várjuk. Talán ez a hét ez alkalmas lehet arra is, hogy elgondolkodjunk, hogy az első igent volt nehezebb kimondani, vagy most az 543-at, vagy talán az 1000-et. Azt gondolom, hogy minden házasságban vannak nehézségek és problémák, és azt viszont fontosnak tartom kiemelni, hogy erre nem az a megoldás, hogy akkor azonnal szétválunk és más utakat keresünk, hogy ott majd jobb lesz, hanem az a megoldás rá, hogy igenis közösen kell továbbra is egymásba kapaszkodni és keresni a megoldási lehetőségeket, a problémák áthidalását. Ez házasságon belül a másikkal együtt sokkal könnyebben megy. És talán a problémák megoldását nem kell olyan messze keresni, tehát egymás magunkban és egymásban elég, és ezekhez, hogy egy kicsit színesedjen a hétköznapi szürke házasság, ehhez apró praktikák elegek lehetnek, amire ha egy kicsit nyitott szemmel járunk, akkor azt hiszem ez a hét, ez bármilyen fórum, bármilyen online fórum lehetőséget fog biztosítani arra, hogy ezeket megtaláljuk, hiszen ezek nem kellenek nagy dolgokra gondolni. Azt gondolom, ha csak a minőségi időt, azt a 10 percet csak a másikra szánjuk, és mindenféle háttér dolgokat kikapcsolunk, akkor már észreveszünk, hogy sokat tettünk a másikért, és akár hétköznapi dolgok elvégzésébe, főzésházi munka közben is lehet ezeket gyakorolni, és ezek nem igényelnek túl sok külső körülményt, vagy túl sok szervezést, én azt gondolom. Több olyan program van évközben, ami a házasságok megsegítésére, megerősítésére szolgál. Ilyen például a házas hétvége. Ez egy teljesen természetes dolog, hogy idő után jönnek a szürke, dolgos hétköznapok, amikor ez a rózsaszín köd kicsit foszlásnak indul, és ez a hétvége, ez a lelkiségi mozgalom talán pont ezt szolgálja, hogy ez a szürkeség ez egyre halványabb legyen, és ez alapvetően példamutatással jár elől, 3 pár tart gondolatébresztő bevezetőket, amiben az emberek, amiben a párok a saját problémájukat, a saját élethelyzeteiket fölismerhetik, és megoldásokat látnak rá, ami nem biztos, hogy a legjobb ő nekik, de legalább elindítja őket a gondolkodás útján. Úgyhogy azóta inkább tanulunk ezt a folyamatot. Érdekes és különlegessége a házas hétvégének, hogy a párok azok a saját életútjukon keresztül mutatnak példát, és ezért az ember sokszor ráismer, hogy bizony minden házasságban vannak ismétlődő és hasonló dolgok, amik akár nehézzé is válhatnak, de közösen ezeket mennyire jól és ügyesen meg lehet oldani. Ez egyébként egy világmozgalom, de most csak a magyar vonatkozásokat nézzük, akkor az egész Kárpát-medence területén működik ez a katolikus lelkiségi közösség, és azt gondolom, hogy komoly ereje, szerepe és komoly jövője is van. Sokat fog segíteni azért, hogy a házasságok valóban teljesek legyenek, és betöltsék a szerepüket, és példaértékűen mutassák a társadalom számára, hogy ez egy fontos alappillére az életünknek. Kürtösi Krisztián plébános azt mondja, egyre több fiatal keresi fel az egyházat. Az elmúlt évben, vagy években volt rá lehetőségünk, hogy megfigyeljük azt, hogy igenis kérik a családok, igenis szükségük van arra, hogy az egyház közelében legyenek, az egyház által pedig ugye magához, Krisztushoz közel kerüljönek. Szükségük van arra, hogy
az Isten áldását és a gondviselés segítségét érezzék az életükben és a családjukon. Mi már katolikusként mondtunk igent egymásnak, a templomi esküvünk is volt, és ettől függetlenül én felnőttként keresztelkedtem meg, nem gyermekkorban. Azt gondolom, hogy a hitben, a vallásban azt kimondhatjuk, hogy sohasem késő megtalálni ezt az utat, úgyhogy attól még, hogy valaki esetleg felnőttként kezdetben nem hívő, ez nem kizáró, hogy azzá válhasson, bármikor meg lehet találni, és érdemes is megtalálni ezt az utat. Mi abban hiszünk, hogy a házasságban, amellett, hogy egy férfi és egy nő jelen van, nagyon fontos, hogy Isten is jelen legyen, így hármas egységben tud igazán kiteljesedni, és az igazi értelmét és célját így tudja betölteni a házasság, hogyha ez hármas pillérben működik, a férfi, férj, feleség mellett Isten is jelen van a kapcsolatukban, és az ő útmutatása szerint élik életüket és a szentségi házasságukat. A Vosinszky-Mor megyei múzeum Mésző Miklós születésének 100. évfordulójára rajzversenyt hirdetett. A beérkező pályamunkák közül a zsűri több bátaszéki kisdiák alkotását díjazta. Bátki Erika rajztanár azt mondta, Mészői meséi megmozgatták a gyerekek fantáziáját. Bátaszéki diákok közül Kökönyei Tóth Barnabás érte el, aki abszolút első helyen végzett, kap egy könyvet, egy oklevelet, két képével és egy 6000 forintos vásárlási utalványt. Én további jó munkát kívánok neked, és hát gyönyörű, láttam, egészen elképesztő, amit csináltál. Szívből gratulálok! Köpenyei Tóth Barnabás nem az egyetlen kisdiák, akit a szakmai zsűri kiemelt abban a pályázatban, melynek keretében Mésző Miklós meséinek kellett illusztrációkat készíteni. A kortárs magyar irodalom szekszárdi születésű kiemelkedő alakja életének egy részében politikai okokból csak meséket írhatott. Mészői egy ideig alig jutott publikálási lehetőséghez, és bábszínházi dramaturgként dolgozott, számos írótársához hasonlóan a meseírás biztosított számára megélhetést. A verseny zsűriének elvárása szerint a gyermeki fantázia megjelenítését várták a rajzoktól, mely lehetőleg mellőzi a megszokott rajzfilmes sémákat, mondta Adorjáni Endre, a zsűri elnöke, a kiállítás megnyitójában Szekszárdon, melyen a pandémia miatt nem vehettek részt a gyerekek. Azért is tisztelet ezeknek a gyerekeknek, hogy ugye nagyon fogyasztói mentalitásban nőnek föl, és mégis képesek ők is teremteni. Nem fogyasztó, nem csak nézik a rajzfilmeket, nem csak hallgatják a meséket, vagy olvassák, hanem képesek a maguk érzelemvilágával és intellektusával reagálni ezekre, és szinte újból birtokba veszi a mesét azzal, hogy azonosul a szereplővel. A díjazottak között több olyan kisdiák is van, aki tanulási nehézséggel vagy kommunikációs problémákkal küzd, mondta Bátki Erika pedagógus. Nagyon érdekes, mert én is most találkoztam ezekkel a mesékkel, és nagyon gazdag képi világgal rendelkező mesék, úgyhogy nagyon szépen, nagyon nagy lelkesedéssel befogadták. Nagyon sok jó mesek közül tudtunk válogatni, és minden csoportnak egy olyan 4-5 mesét elmondtam, rövidebbeket választottam, hogy beleférjen az időbe, de nagyon felkeltette az érdeklődésüket, és nagyon gazdag, érdekes, változatos képeket csináltak. Szinte megelevenedett előttük, és meg tudták ezt valósítani. Tehát így képileg ezt látom. Az olvasás az egy más kérdés, mert tudom, hogy a mai gyerekek nem szeretnek. Ezért jó lenne, hogyha egy kicsit közelebb hoznák ezek az órák is az olvasást számukra. Annak örülök, hogy volt, aki két képet is készített, és most például, aki első helyezett lett, kisgyerek, egy kicsit beszédhibás, és már gondolkodott azon, hogy jöjjön-e festészetre, vagy nem, és akkor az anyuka meg a művészeti vezetőm ösztönzésére jött, és most nem is akar elmenni, tovább akar maradni, és több képet gyártott itt, kettőt, amire például a zsűri azt mondta, hogy őserő lakozik benne. Tehát olyan sikerélményei vannak a kisgyereknek, hogy,
hogy megérte maradni, és választani, és szívesen csinálja. Szinte ontja magából a képeket. És tulajdonképpen a díjazottak között van olyan, aki szintén ilyen tanulási nehézségekkel küzdő gyerek, de úgy bele tudja élni magát a műbe, amikor csinálja, hogy tényleg megszűnik a külvilág, és teljes átélés. És nem véletlenül vették észre a zsűriben. Nagyon jó szakértelemmel rendelkezett a zsűri, mert én látom, hogy pont olyanokat válogattak ki, akik teljes átéléssel, teljes odaadással készítették a képeket. Kiteljesednek a gyerekek ebben a tevékenységben, mondja Bátki Erika. Az egyébként nehezen megközelíthető vagy kommunikáló gyerekek számára a rajznak megvan a mentális hatása, mert kinyílik az egyébként zárkozott kisdiák, és megmutatkozik az alkotásokban a színes képi világ, mely a fejében van. A Kanizsai Dorottya Általános Iskola Művészeti Iskolájának számos kisdiákja vehetett át jutalmat alkotásai elismeréséül, és talán kerültek közelebb a meséhez, és Mészöly Miklós alkotásaihoz is ezzel együtt válhatnak majd olvasóvá a jövőben. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!